Körönvizsgálatot végez az egyik orvos az egészségnapon. A rendezvényt a Vándorló Szépkorúak baráti köre szervezte. Az érdeklődők a sürgősségi ellátásról, a mozgás szerepéről, az időskorról és a házi orvosokról hallgathattak előadásokat. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. A szűrővizsgálatok nagyon elterjedtek manapság. A szűrővizsgálatok lehetővé teszik azt, hogy egyes betegségeket még a tünetek előtt felfedezzünk, ezáltal a később kialakuló kellemetlen hatások, esetlegesen gyógyíthatatlan betegségek kialakulását megelőzzük. Gondolok itt a rákos megbetegedésekre, amik, mint tudjuk, nagyon gyakoriak manapság. A tavalyi program sikerére alapozva rendezték meg idén is ezt az eseményt. Azzal a különbséggel, hogy még tavaly egy előadást tartottak, idén már 4-en fogadták el a szervezők meghívását az egészségnapra. Most megváltozott a klíma, minden, most például a bőrgyógyászok fog az időskori embereknek a bőrével foglalkozni, hogy teljesen másképpen kell kimenni a szabad levegőre, a napfényre, mivel kell védekezni, hogyan kell, és erre most úgy gondoljuk, hogy van mód és lehetőség. A rendezvényen a résztvevők kötetlenül beszélhettek az orvosokkal, tanácsot kérhettek, és különböző vizsgálatokon vehettek részt. A késő délutánig tartó egészségnapon több mint 50-en jelentek meg.